Most pedig a Vakondok Stems Back csapatokkal fogok beszélgetni egy félórás előadás keretein belül, nem sokára. Itt vannak a fiúk. Lépegetők-e? Sziasztok, kaptok egy mikrofont tőlem. Sziasztok. Sziasztok. Kis prezenter, szeretnétek prezentert? Van, amit hoztatok háttérnek? Ja, nem. Jó. Mutatkozzatok be egy pár mondat erejéig, aztán belecsapunk a lecsóba. Jó, először megkérdezném, hogy akik itt ülnek, láttatok bármelyik részt is a Vakondok dokumentum sorozatból, vagy csak úgy beültetek, mert éppen nem volt érdekesebb téma. Már csak azért, mert akkor, ha nem láttátok, akkor talán nektek tudunk újdonságokat mondani. Úgy látom, hogy senki nem jelentkezik. Ennek örülök, mert akkor legalább nem feleslegesen beszélek, nem olyan dolgok, amikor mindenki tud. Így van. Úgyhogy örülök, hogy olyanok maradtak, akik még nem tudják. Akkor gyorsan elmondanám, hogy miről fogunk most beszélgetni. 2018-ban kezdtünk el forgatni akkor még csak egy dokumentumfilmet, végül most már az ötödik rész is elkészült belőle, és Csépai Gábor barátom volt az ötletgazda a Vakondoknak. Ebből az öt részből három rész mondjuk olyan, ami mondjuk a mai napnak a tematikájához is kapcsolódik, mert videójátékokról vagy digitális művészetről szól, esetleg a kettőnek a kapcsolatáról. A másik kettő is akár, abban lehet graffitiseket, képzőművészeket, extrémsportolókat mutatunk be, és gyakorlatilag olyan témákat járunk körbe, ami minket érdekelt, főleg azért, mert kapcsolatban voltunk, vagyunk az adott témával, és ez miatt úgy éreztük, hogy érdemes bemutatni másoknak is. Ami a most legutóbbi filmünk kapcsán a téma volt, az, hogy a 80-as években hogyan kezdődött el a magyar videójátékos kultúra, közösség. Ugye 80-as években még vasfüggöny gépeket behozni csak csempészve lehetett. Itthon gyakorlatilag, ha lehetett is kapni, az olyan áron volt, amit nem tudott megfizetni egy átlagos család, szóval elég érdekes szituáció volt, hogy hogyan is kezdtek el bejönni még akkor a ZX Spectrumok, Commodore 64-ek, később Amigák, és hogyan kezdett egy közösség kialakulni ebből a szempontból. Úgyhogy szerintem majd erről érdemes többet beszélni, de akkor most egy bemutatkozásképpen ennyit. Átadom a szót Gábornak. Igen, nagyon fontosnak tartottuk, amikor elkezdtük ezt az egészet, vagy én legalábbis fontosnak tartottam azt, hogy megmutassam azt, hogy olyan közösségek léteznek, és olyan művészeti ágak léteznek, amiről nagyon kevesen tudnak, pedig több figyelmet érdemelnének meg. És ilyen ez a digitális kultúra is tulajdonképpen, ami máig teljes mértékben ilyen szerteágazóan fejlődik, és egyre több ága van, amit egyre nehezebb követni. De érdemes, mert egyrészt nagyon sok izgalmas üzenet van benne, leginkább az önkifejezést illetően, tehát olyan dolgok, amiket az ember tényleg nagyon ritkán lát, és esetleg elkezdhet gondolkozni olyanon, amin addig nem tette. Tehát a természet közelsége, vagy akár pontosan az attól távol levő gondolatok, tehát hogy szinte mindent a gépek uralnak, és ez lehet pozitív kimenetelű is, vagy negatív kimenetelű is. Igazából a negyedik része a filmnek pont egy ilyen világgal kezdődik, ahol vissza is adom a szót a Szilárdnak. Nem tudom, ha vannak kérdések, akkor tetsző, mert nagyon belevágtunk. Igen, hogy... Ugye Vakond, tehát ez így Vakondok, ezt így hogy szokták használni, hogy Vakond vagy Vakondok, mert ez így honnan jött ez a gondolat, hogy Vakond legyen a név? Azért gondoltam erre, mert a Vakondok lemegy a föld alá, a felszín alá, és ott kutakodik, ott keresgél. Itt a underground, ugye? Hogy ez? Mondhatjuk ezt is rá, de pontosan azért használtam ezt az ilyen szimbólumot, hogy a felszín alatt lévő dolgokra mutassak rá, és ne pedig csak arra, hogy underground, mert ez egy ilyen kicsit már elcsépelt szóvá vált. És hogyan kezdtetek el együtt dolgozni a sorozaton? Most a ötödik rész van már, ugye? Elkészült, igen, az ötödik ugye? Rész. Igazából a Schönherz kollégium volt az otthona ennek az egész találkozásnak és mindennek, és a zenekar volt az én zenekarom, első zenekarom a Stylo volt, ami miatt találkoztunk a Lameronnal, lejött egy koncertre,
és ott így elkezdődött egy ilyen barátság, aztán a videoklipünknek a megrendezésében is nagyon sokat segített, aztán a másodikat már ő rendezte, és felvetettem neki azt a lehetőséget, hogy mi lenne, hogyha a műsortervem, amivel egy magyar zenei csatornánál próbálkoztam, televíziós csatornánál, azt... Mennyire volt sikeres a próbálkozás? Nem sikerült sajnos a dolog, aztán később műsorvezetője lettem ugyanennek a csatornának, és megvalósíthattam valamennyit abból, de az közel sem volt az, amit én szerettem volna. Négy darab háromszög? Nem. Nem. Nem, a Music Television Magyarország. Egy évig volt férfi műsorvezetője, aztán már nincs többé. Ez egy, mindegy, egy policia volt a cégnek. De szóval az a lényeg, hogy mondtam, hogy csináljuk akkor meg ezt, mit tudom én, YouTube-on, vagy bármilyen módon ezt a sorozatot, és akkor előállt a Lameron Szilárd ezzel az ötlettel, hogy mi lenne, ha csinálnánk belőle egy filmet. És így elindult gyakorlatilag az ötletelés, hogy miről szóljon a film, mik legyenek benne. Nekem rengeteg jegyzetem volt ekkora már, mivel hogy készültem ugye a sorozattal. És mi a munkafelosztás köztetek? Hát ugye úgy kezdődött, hogy Gábor hozta a témát. Én már az egyetem alatt ott a Svájc Kollégium stúdiójában, sőt még visszamenőleg a gimnáziumban mindig érdekelt a filmezés, tévézés, úgyhogy én addigra már be is dolgoztam az egyetem alatt is tévéknek, úgyhogy mindenképpen akartam valami saját dolgot csinálni. Úgyhogy úgy jött, hogy a Gábor hozta a témát, meg az embereket, akikkel tudtunk forgatni, akik benne vannak a filmben, és utána neki kezdtünk gyakorlatilag ismerősök, barátok segítségével magának a megvalósításnak, és a úgymond ilyen szakmai részét azt nagyjából én koordináltam, forgatások, vágások azokkal az ismerősökkel, akik tudtak jönni segíteni, a Gábor pedig a tartalmi részét. Aztán a második résznél ez annyiba változott, hogy én hoztam egy témát, a demószint, amit megint csak megkérdezem, hogy tudja valaki, hogy mi az a demószín? Egy ember, már elég elvakít a lámpa, de egy talán igen. Na hát ezt is ajánlom mindenkinek, aki fogékony így a digitális, vizuális, meg audiovizuális kultúra iránt, akkor gyorsan egy kicsit kitérek arra, hogy mi a demószín. A demószín az egy olyan számítógépes művészeti szubkultúra, ami gyakorlatilag egyidős a számítógépek, a otthoni számítógépek megjelenésével, tehát még az EX Spectrum Commodore 64-es időkben a 80-as évek közepe környékén jött létre, és arról szól, hogy az adott számítógéppel valami minél látványosabb dolgot állítsunk elő, és ezt úgy kell elképzelni a demókat, mint hogyha egy animációs videóklipet néznénk, de ez nem egy videófájl, hanem ez valós időben fut, és a számítógép számolja ki a látványt is, a hangot is, tehát mintha egy játék lenne, amit ugye valós időben kell neki legenerálnia, csak nem mi irányítjuk, hanem csak nézzük. És ebbe elindult egy ilyen versengés is, hogy ki tud még látványosabb dolgokat megvalósítani, ki tud még több kockát forgatni egy Commodore 64-en, mert ugye ott elég erős limitációk voltak, hogy mire képes egy Commodore 64 valós időbe. És ebből alakult ki ez a szubkultúra, a demószín, ez a mai napig él. Ma már ugye nem csak Commodore 64-en, hanem gyakorlatilag onnantól kezdve egészen a legmodernebb PC-ig. És most már azért olyan látványos dolgokat is elő tudnak állítani, amihez nem kell szakmai tudás, hogy értsük, hogy ez most miért nagy szám, mert mondjuk mutatnak egy régi gépen tényleg egy forgó kockát, és akkor na jó, mi ebbe a nagy szám. De ha tudjuk mögötte, hogy mondjuk a gépet gyártó mérnökök vagy tervező mérnökök se gondolták volna annó, hogy ez a gép arra alkalmas lesz, és valakinek mégis sikerült kihozni belőle, akkor viszont nagyon is tudja értékelni az ember. Tehát ez egy kicsit ilyen technikai sport is, de abszolút művészi alkotás is. Úgyhogy mindenkinek ajánlom a második rész, tehát erről szól, hogyha rákerestek, egyébként YouTube-on fönt van ingyen megnézhető mind az öt rész, Vakondok címmel rákerestek, akkor megtaláljátok, illetve az ötödik rész a Stems Back, erre majd később rátérünk. És itt meg én hoztam ezt a témát, mert én középiskolás koromban ugyanúgy rábukkantam erre a demószínre, a közösségre, igaz vidékiként annyira nem tudtam mélyen részt venni benne, de azért néha fölmentem Pestre ilyen rendezvényekre. És tudtam, hogy valami baromi érdekes és izgalmas, és hogyha valamire ma még lehet azt mondani, hogy szubkultúra, akkor szerintem a demószín az. Ugyanis hogy a legtöbb szubkultúra aztán valahogy valamilyen oldalról kap valamilyen olyan vonalat, amiben meglátják az üzletet, és akkor egyre hamarabb elkezd mainstream-é válni, és már egyre nagyobb tömegek fogják akkor keresni, és ugye nyilván meg is változik egy kicsit. Na most a demószín az önmagában szerintem alkalmatlan arra, hogy valaha is ez bármilyen kereskedelmi célra felhasználják, vagy hogy tömegeket kereskedelmileg tudjanak megmozgatni. Pont ez a mély szakmai része miatt.
és szerintem a közösség miatt is, mert sokkal nehezebb megvesztegetni, tehát hogy anyagilag lekenyerezni, vagy lekötelezni valakit, aki ennyire, nem is tudom, fundamentalista, vagy szinte ilyen megszállott módon akarja csinálni az önkifejezés és a szubkultúráját. Hát igen, ugye, mivel pénzt nem lehet ezzel keresni közvetlenül lehet, mert azzal a tudással, amit ugye megszereznek ott, például játékfejlesztő cégeket alapítanak, vagy játékfejlesztésben mennek el dolgozni, mert a tudás az nagyjából hasonló, vagy ugyanaz, ami kell hozzá. Na minden esetre szerintem a mai napig a demószín az, ami tényleg egy szubkultúra, és megvan minden, ami egy szubkultúrához kell, tehát megvan a közössége, megvan a saját nyelvezete, megvannak a saját celebéi, megvan a saját médiája, mert annó még, amikor nem volt internet, akkor mondjuk lemezújságokon írtak bárki, aki úgy gondolta, hogy indít egy lemezújságot. Igen, még a 80-as évek, 90-es évek eleje, internet előtt. Tehát abszolút egy ilyen kis világ a világban, egy igazi szubkultúra. Úgyhogy... Pont ezt akartam mondani, hogy ez a szubkultúrában egy szubkultúra még. Hát igen, ha azt veszük a számítógépes szubkultúrába, amiben igen. Mondjuk a játékok meg minden beletartozik, azon ez belül egy külön kis szegmens. Még egy igen. És ugyan nem rejtőzik, mert nyitott és bárki elmehet a rendezvényeire, de mégis, mivel hogy nem költ senki arra, hogy ezt tömegeknek reklámozza, mivel hogy nem ez a célja, ezért nincs is olyan széles körbe ismertsége. De egyébként ennek a filmnek kapcsán, amit külföldi és a magyar nézettségek most már 400,000 fölött vannak a Vakondok 2-nek YouTube-on. Azért mondani, hogy talán sikerült nekünk is hozzátenni ahhoz, hogy egy kicsit megismertessük az emberekkel ezt. És ugye a filmeknek van egy ugye íve, és ugye underground zenének ugye köze volt a demoszkénhez is, és aminek meg a játékokhoz, de ha valaki külön-külön ül a filmek elé, sem érzi majd azt, hogy valami hiányzik belőlük. Ez most ez ilyen tudatos dolog volt, vagy nem? Vagy igen, hát majd mindjárt Gábor is elmondja az ő gondolatait. Igazából mindegyik rész az egy különálló rész témájába, vagy ha kapcsolódik is témába más, az igazából teljesen önmagába értelmezhető, nem kell hozzá tudni a többi részt. Viszont már a legelső filmmel azt csináltuk, hogy azok, akik mondjuk szerepelnek a filmbe, képzőművészek, zenészek, azoknak a munkáit beépítettük a filmbe, és gyakorlatilag ilyen szempontból is szerves részévé tettük a filmnek azt, hogy ha beszélgetünk egy képzőművésszel, aki egyébként matricákat is gyárt, meg street artozik, akkor neki a grafikáit implementáltuk a filmbe, nem csak úgy, hogy bemutatjuk egy állóképen, de mondjuk bevágva a háttérben megjelennek a kis figurák. A zenészek nyilván zenét adtak a filmhez, és ez nem csak egy filmen belül igaz, hanem aztán a következő filmeken keresztül is próbáltunk velük dolgozni. Tehát aki az első filmben szerepelt, az csinált ugyanúgy grafikát a harmadik részhez is, aki a második részben szerepelt, csinált zenét még a mostani ötödik részbe is. Tehát gyakorlatilag egy ilyen alkotó közösség is próbáltuk gyúrni azokat az embereket, akik így a film körül megjelentek, akár kamera előtt, akár kamera mögött. És nyilván a témák is valamilyen szinten kapcsolódnak egymáshoz, lazábban vagy... De mégis külön is lehet nézni őket, igen. Szerintem fontos megemlíteni azt, hogy erre az egész Vakondokra jellemző a demóhoz kötődő demonstráció szó, és ami érdekes benne az, hogy ugye az összes művész vagy alkotó az ugye kifejezi, demonstrálja az ő tudását, vagy képességeit, vagy azokat a gondolatokat, esetleg radikális gondolatokat, amilyei vannak, és mindeközben pedig együtt is működnek. Tehát egy teljesen egocentrikus dolog áll egymás mellett, egy abszolút közösségi dologgal, és a Gargajnak volt a második részben egy csodálatos mondata, hogy a legnagyobb ellenségei a barátai, vagy a legnagyobb ellenfelei ebben az egész műfajban a barátai. Hogy ez benne a szép, hogy bármennyire egocentrikus is, közösségi marad. Igen, az ellenfelekre itt most arra kell gondolni, hogy ez egy kompetitív környezet, tehát ezeken a partikon, amiket szerveznek, ott ugye versenyeznek egymással ezek az alkotások. Tehát így kell érteni, hogy nem a való életben, bár a 80-as, 90-es években voltak ilyen kis oda-oda szólagatások, meg összeveszések a csapatok között, de hát ugye mindenki tinédzser volt benne, tehát ez a szokásos tinédzser bandák, de hogy igazából ez a kompetitív dologra kell ezt érteni, hogy akikkel a leginkább meg kell mérkőzniük, mert a legnagyobb ellenfeléknek tartják a másikat, mondjuk tényleg így világviszonylatban is van egy-két olyan magyar csapat, aki világviszonylatban mindig ott van az élmezőnyben, azok ezek a közösségeknek köszönhetően igazából nemzetközi szinten is a legjobb barátaiknak mondhatják. És most ugye említettem, hogy van ötödik részletek is, és azt így hogyan tudnátok úgy összefoglalni, hogy így, mert ugye másodikban ugye az volt, hogy a Vakondok a kortárs demonsz,
énnel találkoztatok, de és akkor ebből a Stand Back-be viszont ennek a gyökereivel foglalkoztatok, hogy ez így, hogy jön ki. Igen, hát ugye, ha most a második, a negyedik, meg a ötödik részt nézzük, ezek, amik mondjuk így egy hasonló téma, és akkor a egyes, meg a harmadik rész, az megint így együtt egy hasonló téma. Itt ugye a második részben megcsináltuk a demo szint, ami abszolút arra fókuszált, ez 2012-ben készült el, hogy akkor 2011-ben forgattuk, vagy 2010-től 2012-ig, akkor éppen a jelen helyzetben ez a demo szín, ez mi is most, mit jelent ez, és egy nagyon pár mondatnyi visszatekintés volt egyébként, hogy honnan indult, de ugye ez nem nagyon volt benne részletezve. De a negyedik rész utána, ami a magyar játékfejlesztés kezdeteit mutatta be a 80-as években, ami ugye a Novotrade-es időszak, azt nem tudom, hogy hányan tudják, én is csak a filmforgatás előtt, amikor rábukkantam erre a témára, tudtam meg, hogy a 80-as években Magyarországon világszínvonalú videójátékfejlesztés folyt nyugatra, tehát az Activision, meg ezek a nagy cégek adták ki a magyar Commodore 64-re és egyéb géptípusokra készült játékokat. Itt megindult Magyarországon ez a játékfejlesztés, tehát egy abszolút egy világszínvonalú tudás párosult azzal, hogy megjelentek itthon is a otthoni számítástechnikai eszközök, számítógépek. És ezt tovább gondolva a 80-as években nem csak a videójátékfejlesztés indult el, hanem ugyanezzel párhuzamosan megjelentek ugye az otthonokban ezek a számítógépek, és a fiatalok meg vágytak arra, hogy legyenek hozzá játékok, ugye itthon nem lehetett kapni a boltba. És akkor elindult az, hogy honnan szerezzünk játékokat. Nyilván, aki külföldön járt ilyen-olyan helyen, azt tudott behozni, akkor azokat másolgatták. Rájöttek, hogy külföldön vannak olyan cracker csapatok, akiknek ugye a intróik ott voltak mindig a játékok előtt, hogy mi törtük fel ezt a játékot. Ott volt egy német cím, akkor kipróbálták, hogy írnak arra a német címre, és akkor küldtek levelet, visszaküldtek új játékokat, és akkor elkezdtek így báramlani a játékok. És amin, ahogy kapcsolódik ez a második részhez, onnan indultunk a demószín, az, hogy ezek a kis intrók, amik ott voltak az elején. Ezek először csak egy szöveg volt, hogy igen, mi vagyunk az XY csapat, mi feltörtük ezt a játékot, innentől kezdve másolhatjátok, és mi vagyunk a királyok, mert nekünk sikerült ezt a másolás védelmet feltörni. És ez is elkezdett fejlődni, és először csak egy szöveg volt, aztán elkezdett mozogni ez a szöveg, elkezdtek valami zenét rakni alá, egyre látványosabb dolgok születtek ebbe, és már nem csak abba versenyeztek ezek a csapatok, hogy mi törtük föl hamarabb ezt a játékot, hanem abba is, hogy mi látványosabb intrót tudtunk a játék elé rakni, mint mások, és vagy mint maga a játék, ugye látványosabb volt, mert tényleg olyan zseniális dolgokat kihoztak a gépekből, amit senki nem gondolt, hogy ki lehet. És egy idő után eljutott oda ez, hogy én is ilyen voltam, meg sokan, akik a filmben is mesélik, hogy kerültek ebbe bele, hogy sokkal jobban érdekelt az, hogy megnézzük a játék előtt ezt az intrót, mert baromi jó zenéje volt, tök jó animációk voltak benne, és akkor végén volt valami játék, amikor egy háromszöggel kergetti egy négyszöget. Attól én teljesen kint voltam borulva, mindig aztán a Final Fantasy-t nyomták, hogy ilyen full grafika, ami jelent az intrót. Hát igen, a borító szépen meg volt rajzolva. Ez mi? Igen, és persze régebben is voltak zseniális grafikával játékok, de hogy a nagy tömegben, ami ömlött be ott, azért a legtöbb játéknak nem feltétlenül volt zseniális grafikája. De a lényeg az, hogy a fiatalok itt Magyarországon is elkezdték csodálni ezeket a intrókat, meg ugye ők is akartak játékot feltörni, ők is kitalálták, hogy eléraknak ezeket az intrókat, és ez eljutott oda, hogy gyakorlatilag már nem is volt fontos az, hogy most egy játékot feltörjünk, ami elé odarakhatjuk ezt az intrót, hanem az volt a lényeg, hogy látványos intrókat csináljunk, mutassuk meg, hogy mi még jobbat tudunk csinálni, hogyha valakinek sikerül valós időben a Commodore 64-en, nem tudom én, 8 dolgot egyszerre mozgatni, akkor én rájövök, hogy lehet megoldani, hogy menjen 9-el is. És akkor gyakorlatilag ez az egész levált a játékfeltörésről, és megszületett a demo szín, mint egy önálló műfaj. És gyakorlatilag ezt mutatja be az ötödik rész, a Stems Back, hogy az, amit a második részben mutattunk, hogy akkor 2012-ben ez éppen hogy áll, az hogy is indult, mert hogy nyilván baromi érdekes az is, hogy abban az időben, 80-as évek közepén, amikor gyakorlatilag nehéz volt géphez is jutni, meg szoftverhez is, akkor az egész hogy indult, és milyen trükköket kellett bevetniük, akár csak a bélyegek újrahasznosításába a fiataloknak, hogy nyugatra tudjanak ugye leveleket küldeni. És sok izgalmas téma így felmerült ennek kapcsán. Tehát igazán... Persze. Hát ez úgy kezdődött, hogy először ugye megmutattam, hogy én is meg tudom ezt csinálni. Tehát ez abszolút egy ilyen ego kérdés volt, hogy én vagyok a Jani,
majd én hamarabb feltöröm, mint a másik csapat, és akkor az én intrómmal ellátott játék fog jobban elterjedni, mert ugyanamelyiket hamarabb el tudták kezdeni másolni, az terjedt, és nyilván az mutatta egy csapatnak a menőségét, hogy az ő által a feltört játék terjedt el. Aztán persze később Magyarországon, és igazából hozzá kell tenni, hogy Magyarországon direktben játékot feltörni nem sokat tudtak, mert mire ugye elért, ugye itt nem lehetett a boltba kapni az eredetit, addig valaki már megtörte. Tehát később, ugye a 90-es évek közepe felé, vagy elejének a második felébe voltak már olyan magyar csapatok, akik beszerveztek külföldi csapattagokat, akiknek nagyjából az volt a feladatuk, hogy elküldik a eredeti játékot, a nyugati boltból ugye megszerezték, és akkor itthon Magyarországon feltörték, de sokszor már hamarabb elért ide a feltört játék is, mint az eredeti, azért voltak magyar törések is. Az a lényeg, hogy itt inkább úgynevezett importőrök voltak, amik hát feketén importálták, ugye cserébe érték kintről a játékokat, és azok között aztán persze elindult az is, akik elkezdték ezt pénzért árulni. Ez eléggé megosztotta akkor a közösséget, voltak, akik ugye utálták azokat, akik pénzt kérnek ezért, hiszen hát ők se pénzért szerezték. Voltak meg, akik ugye úgy voltak vele, hogy hát ők egész héten csak másolnak, nem csinálnak semmit, ezért aztán nyilván nem fogják ingyen osztogatni. Akkoriban ugye nem lehetett kapni, és hát megvolt a választása mindenkinek. Én nem törnék pálcát senki felett, de aki úgy gondolta, hogy neki van ismerős, akitől ingyen is meg tudja szerezni a játékot, az nyilván nem fizetett érte. Aki meg nem ismert ilyet, az meg nyilván akkor megvette azoktól, akik pénzért árulták. Úgyhogy ez egy ilyen kettős dolog, hogy most az mennyire volt lenézendő, vagy mennyire volt elítélendő az, hogy valaki pénzért árulta. Szerintem, ha nem lett volna rá igény, akkor senki nem tudott volna pénzért eladni. Tehát ez mutatja, hogy főleg vidéken, akik nem jutottak oda olyan gócpontokhoz, ahol könnyebben, gyorsabban ingyen lehetett máson a játékot, ott azért eléggé ment. És hát mondom, ez az eléggé megosztotta azt, hogy ki mit gondolta arról, hogy kérünk-e érte pénzt, vagy ne kérünk. Egy gondolatot még hozzáfűznék, hogy nagyon sokan csináltak nagyon nagy pénzt ebből, akik egyáltalán nem értenek a játékok feltöréséhez. Szerintem ez okozhatott nagyobb konfliktusokat, mert hogy ugye nem része igazán ennek az egésznek, hanem csak nyerészkedik, kvázi élősködik ezen a kultúrán, vagy szubkultúrán. Igen, tehát a crackerek szerintem nem árulták. Azok árulták, akik nem crackerek voltak, valószínűleg nem is érdekelte őket ez a kultúra, csak meglátták benne az üzletet. Hogy vannak olyan részek, ahol ezért pénzt adnának. Ebből következik az a kérdésem, hogy finanszírozásilag meddig bírtátok egyedül, aztán hogy jött, hogy vannak esetleg támogatóitok? Hát úgy kezdtük ezt az egészet, hogy persze próbáljunk meg rá pénzt szerezni, és az elején próbáltunk pályázni, akkor még ugye 2008 vagy 2009-ben, akkor még nem a film alap volt, hanem az elődje a Magyar Mozgókép Közalapítványnál lehetett pályázni. Nem nyertünk, aztán utána még egy-két évig pályáztunk, nem nyertünk soha pénzt. És szponzort a negyedik részhez sikerült szerezni. Ott is igazából hosszas kutakodás után olyan cégektől, akiknek nem annyira témavágó, viszont nekem valamilyen szinten ismerőseim, tehát félig ilyen mecénásként, félig nyilván kaptak reklámfelületet is. Ott sikerült, tehát a negyedik rész, a játékfejlesztés volt az egyetlen olyan rész, ahol volt tényleg annyi pénz, amennyiből mindenki, aki dolgozott, nagyjából ki tudtunk fizetni, nem mondom, hogy 100%-osan, de azért javarészt igen, tudtunk annyi technikát bérelni, amennyit tényleg akartunk, tehát a negyedik rész volt ebből a szempontból, ami abszolút finanszírozott volt. Az összes többi az zsebből, illetve most ez az utolsó résznek volt egy közösségi finanszírozós, egy ilyen crowdfunding kampánya, amiben sikerült is, azt hiszem, ha jól emlékszem, 12.500 dollárt összegyűjteni, ami nem kevés, és amit arra tudtunk használni, hogy azért az évek során így vásárolgattam én is ezt-azt ilyen eszközöket forgatáshoz, de ennek az összegnek köszönhetően meg tudtunk venni mindent, ami még hiányzott ahhoz, hogy gyakorlatilag ne kelljen semmit bérelni, és teljesen szabadon tudjunk annyit forgatni, amit csak akarunk, úgyhogy innentől kezdve gyakorlatilag a közösség az, ami finanszírozta a létrejöttét a következő részeknek. Még egy gyors kérdés, vagy egy kis kifejtés van, mert nem sok időnk van már, hogy van már tervetek a következő filmre? Mert én úgy olvastam, mintha most decemberben lenne valami vetítés. Nem. Nem? Most egy Blu-ray készül, még az ötödik részből. Ugye a negyedik részből készült a játékfejlesztésből egy olyan Blu-ray kiadvány, ami rajta volt mind a 40 órányi interjú, ami készült hozzá, egy ilyen kétlemezes Blu-ray kiadvány. Ezt is egyébként a közösség dobta össze, tehát kvázi ilyen előrendelésként elindítottunk egy közösségi finanszírozott kampányt, és hogy ha lesz rá igény, akkor összejön rá a pénz, ha nem, nem összejött rá a pénz.
És most ugyanezt történt a ötödik résszel, hogy a közösség összedobta rá a pénzt egy ilyen előrendelés formájába, és decemberig tervezzük azt, hogy ezzel is jut majd, most már éppen a összekészítés fázisában van, és megy a gyárba, úgyhogy egy 76 órányi extrákkal ellátott három, vagy most még lehet, hogy van rá mégis esély, hogy egy 4 lemezes, ilyen 10 dobozos Blu-ray kiadvány készüljön belőle, úgyhogy ez az, ami decemberre várható. És nemzetközileg mennyire vagytok így hallhatóak, vagy mennyire vagytok inkább elismerve, hol, külföldön vagy itthon? Hát mind a két helyen egyébként, itthon nyilván maga az a közösség, ami már formálódott e köré, tehát most már 1-2000-es közönségről beszélhetünk, akik ezt így követik és nézik, sőt támogatják is. Külföldön voltak fesztivál sikereink, filmfesztiválokra neveztük, New Yorkban nyertünk díjat, Los Angelesben nyertünk díjat, és szerintem ami a legnagyobb szakmai elismerés volt, az a Vákondok 2 pont, ami a demószín mutatja be. 2012-ben a Varsói Filmfesztivál versenyprogramjába bekerültem, egy A-kategóriás filmfesztivál, ugye, amiből csak egy 10 darab van a világon, a berlini, a Cannes-i, meg ezek. És 4 évvel azelőttig, tehát a Vakondok 2, amikor bekerült, a megelőző 4 évben nem volt olyan magyar dokumentumfilm, ami A-kategóriás filmfesztiválra beválasztottak volna, úgyhogy ez egy hatalmas szakmai elismerés volt. Szuper, meg a nézettség is, ami mutatja, hogy vannak angol felirattal is fönt, meg angol, valamelyik angol narrációval is fönt van film, és mondom, ez a második résznek így az összesített nézettsége már 400 000 fölött van a különböző csatornákon, ahol kint vannak. Na, hát sőt, bocs, még egy gyors, csak egy vicces dolog, amire egy-két éve vettem észre, hogy valaki készítette ez a demo színhez orosz hangalámondással egy verziót, és még az is megtalálható a YouTube-on. Jó, hát nagyon szépen köszönöm ezt a gyors csevegést, de még tudtam volna még mit kérdezni, de sajnos lejárt az időnk, úgyhogy nagyon szépen köszönöm a fiatal embereknek, hogy mégis el tudtak hozzánk itt jönni. Köszönjük a meghívást. Fantasy Expo színpadára, és ha még esetleg vannak kérdések, akkor majd a fiúkat itt a színpad mellett, vagy közben majd el tudjátok őket csípni. Nagyon szépen köszönöm. Köszönjük. Köszönjük.